Egy hosszú történetnek tettünk pontot a végére a mai napon, amikor a bukaresti táblabíróság elfogadta fellebezésünket és döntött az Erdély Magyar Néppárt bejegyzéséről. Természetesen ez új szakasz kezdődik ugyan a népítkezésünkben, de nem okoz ez törést, annyi, hogy megteremtettük a jogi keretét az Erdély Magyar Néppárt felépítésének, ami eddig hiányzott. Úgyhogy innentől kezdődően azt a munkát folytatjuk, amit valamikor az év elején elkezdtünk. Akkor, amikor mandátumot kaptunk az Erdély Magyar Nemzeti Tanács Országos Gyűlésétől, hogy kezdjük el az Erdély Magyar Néppárt létrehozását és felépítését. De ha prioritásokat kell megneveznem, hogy mit fogunk én leginkább a következő hetekben, hónapokban csinálni, akkor két olyan dolgot neveznék meg, ami nem kapcsolódik közvetlenül a pártépítési folyamathoz, de az erdélyi magyar közösség szempontjából igen fontos. Az egyik a népszámlálás. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács az elejétől kezdve már a maga szerény erejét ennek a szolgálatába állította, és az Erdélyi Magyar Néppárt számára is sem közömbös az, hogy milyen eredményt hoz majd az októberi népszámlálás. Tehát maximális részt akarunk ebbe venni, akár félretéve még az egyéb szervezeti prioritásokat is. Ugyanakkor a Mikó Imre terv társadalmi vitája most indul el. Ez az Erdély Magyar Nemzeti Tanács szellemi terméke, egy erdélyi gazdaságfejlesztési program, amelynek a visszajelzésére igen kíváncsiak vagyunk, hiszen ennek alapján készül el majd a tervnek az a változata, amihez azután majd a konkrét eszközöket és forrásokat hozzá kell rendelni, és az Erdély Magyar Néppártnak is a gazdaságpolitikai programja erre fog épülni. Nem tudjuk ezt halogatni, tehát ez a második számú prioritásunk a következő hetekben. De természetesen innentől kezdődően jobban nagyobb figyelem fogja követni a tevékenységünket, és az összes aktuál politikai kérdésben most már jóval felelősebben fogjuk a hangunkat hallatni, legyen az a választási törvénynek az átszabása, legyen az a regionális felépítése az országnak, a regionális területi közigazgatási reform, mindezek olyan kérdések, amelyek hosszú távon határozzák meg a közösség életét, az országnak az életét, és egy felelős pártnak ebben a kérdésben jól kialakult álláspontja kell legyen. Nem lesz nehéz erre átállni, hiszen az Erdély Magyar Nemzeti Tanács keretében már működtek azok a társadalompolitikai műhelyek, amelynek a munkájára továbbra is számítani akarok. Holnap után pontosan mire kerül sor a szervezetépítés szempontjából? Holnap összehívtuk az Erdély Magyar Nemzeti Tanács elnökségét, holnap után pedig a választmányát. Tartozunk az Erdély Magyar Nemzeti Tanácsnak egy jelentéssel, hiszen a mandátumunkat tőlük kaptuk. Ismeretes, az Erdély Magyar Nemzeti Tanács országos küldőgyűlése döntött a pártbejegyzés szükségességéről, és bízott meg minket, a kezdeményező testületet azzal, hogy ezt vigyük sikerre. Egyrészt büszkén és örömmel fogjuk jelenteni, hogy ez sikerült, de ennyi, mert utána a munka következik, és ennek az együttműködésnek a formájáról kell az Erdély Nemzeti Tanáccsal beszélnünk, hiszen meggyőződésünk, hogy egy párt egy erős és széles merítési mozgalom nélkül nem lehet sikeres, és egy mozgalomnak is az ereje akkor mutatkozik meg, hogyha van egy stratégiai szövetséges, amely a pártpolitikai eszközökben is képviseli azt a közös értékrendet, amelynek szellemében cselekedni kívánunk. Ezt az együttműködést szeretnénk továbbra megerősíteni és hosszú távra tervezni az Erdély Magyar Nemzeti Tanáccsal. Tehát ez várható a következő két napban. Mit lehet tudni a kongresszusról, esetleges elnökjelöltekről, fiókszervezetekről, akár az összefogással kapcsolatban van-e valamilyen elképzelés, közös lista, ez mind foglalkoztatja ugye az erdélyi magyarokat, és ez most aktuális is? Minket is foglalkoztat természetesen, de mindent a maga idejébe kell elvégezni. Egyelőre ez volt a feladat, hogy jegyezzük be a néppártot, ez megtörtént. Innentől kezdődően a szervezetépítés elindul, vagy legalábbis felgyorsult. Terveink szerint a következő néhány hónapban akarunk eljutni oda, hogy teljes erdélyi lefedettségű szervezeteink legyenek, és képesek legyünk arra, hogy megtartsuk gyakorlatilag az alapító országos gyűlést, amelynek a feladata az ideiglenességből átmenni egy stabilabb állapotba, és azt a vezetőséget megválasztani, amely a következő év, ami ismeretes választási évben az operatív döntéseket meghozza, és a pártot képviselje a különböző tárgyalások során.
Nem titok az, hogy a Erdély Magyar Nemzeti Tanács is és a Néppárt kezdeményezés végig az együttműködésnek voltak a szószólói. Nem látok semmilyen okot arra, hogy ez megváltozott volna, de az együttműködés mindig több fél kell, és igazából mi azt várjuk, hogy ez a folyamat felgyorsuljon. A már jogi háttér rendelkező politikai szereplők is most már, ha komolyan gondolják a szándékukat az együttműködésre, akkor konkrét ajánlatokat tegyenek. Mi készen állunk természetesen bármilyen egyeztetésre, hiszen tudjuk azt, hogy az erdélyi magyar közösségnek a nagy része nem a háborút szereti, hanem a békét, és a békés építkezést szereti, és mi is ennek szeretnénk elsősorban a szószólói lenni, és a cselekvő részesei is lennének a folyamatnak.